Kívánok, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Csatlós István vagyok, és mellékállásban a Karrier Suli gimnázium és szakiskolában tanítok informatikát. Mint látják, ezen az órán a weblap szerkesztéssel fogunk foglalkozni. A tanár rendelkezésére álló eszközöket láthatjuk a következő képsorokon. Ez egy igen jó felszerelt gépterem, interaktív táblával, és jó minőségű számítógépekkel. A tanulók esti tagozatos felnőtt diákok, akik középszintű informatika érettségére készülnek. Őket láthatjuk ezen a néhány képen. Tanulnak. Csatornámat szeretném bemutatni önöknek. YouTube csatornám a következő címen érhető el. Először is a YouTube-ba belépve írják be a nevemet, Csatlós István. Erre a legelső elem, az, amit ott felül látunk, ki fog jönni, meg fog jelenni. Kattintsanak rá a csatorna gombra. Rákattintás után ezt a képernyőt fogják látni. Itt kérem válasszák a videó menüpontot. Tekintsék meg a videók menüpont alatti önöket érdeklő videóimat. Jelenleg 54 oktató videó található itt, melyek száma folyamatosan bővül. Ezek a mintavideók szinte kivétel nélkül egy-egy komplett oktatóanyag kiragadott elemei, melyek felülelik az adott témát. Megvásárolhatók a következő helyen www.videobázis.hu, melyet megmutatok pontosan, hogy azon belül hol lehet elérni őket.
Tájföldet nem csak a turisták szeretik. A dél-ázsiai ország az előkelő 18. helyen áll a Doing Business rangsorában azok között az államok között, amelyekben érdemes befektetni. Jó pénz... Three big killers of your... Mike? Yes? You said three? Yes? You had four fingers. No, I didn't. You did. No, I didn't. I'm just saying. I didn't. Okay. It's okay. I didn't. We can do it again. Okay. Let's do it again. Okay. Hi, my name is James Messer, and you're watching my CompTIA A+ certification training course. Before we get into the description of the course, amely településenként csoportosítva jeleníti meg a barlangok nevét, hosszát és mélységét, a lista a telep. Ebben a videóban az űrlapokkal foglalkozunk. Mire használhatók az űrlapok? Az űrlapok az adatbázisok adatainak megjelenítésére és azokkal történő manipulációra, törlésére, módosítására, új adat felvételére használhatóak.